Sziasztok! Ez az érettségi.com. Ebben a videóban Móricz Zsigmond az Isten háta mögött című regényében megjelenő prózapoétikai újításokról lesz szó. Tartsatok velünk! Móricz Zsigmond magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. 1879. június 30-án született Tiszacsécsén, egyszerű református családból származott. Tanulmányait a Debreceni Református Gimnáziumban kezdte, majd Sárospatakon folytatta, és végül Kisújszálláson fejezte be. Debrecenben, majd Budapesten járt egyetemre, ahol a Nyugat más szerzőivel közösen részt vett Négyesi László stílusgyakorlati szemináriumán. Első műve, a Hét Krajcár című novella 1908-ban jelent meg a Nyugatban. Móricz Zsigmond a Nyugat első nemzedékének tagjai közé tartozott, 1929 és 1933 között a Laptárs főszerkesztője volt. Jellegzetes írói témái a parasztság, a kisvárosi élet és a dzsentrik világa. A valósághű ábrázolásmódra törekedett, írásait a realizmus és a naturalizmus jellemezte. Móricz Zsigmond korai művei Gádonyi Géza, Jókai Mor és Mikszáth Kálmán által megteremtett anekdotikus hagyományhoz kapcsolódnak, azonban a történetmondást és a párbeszédeket főként az atmoszféra teremtésre használja. Paraszt ábrázolása valósághű, a kendőzetlen és természetes bemutatása törekszik, elődei idillikus ábrázolás módjától elszakad. Műveiben fontos szerepe van a lélektani folyamatoknak, sokat foglalkozik az ember ösztönös viselkedésével. Az 1911-ben írt az Isten háta mögött című mű egy felvidéki kisváros értelmiségének egyhangú, kiúttalan életét mutatja be. A történet Ilosván játszódik, a cselekmény két napot ölel fel. A regény három fő alakja különböző módokon próbál kitörni ebből a világból. A kisvárosban mindenki Veres Pál feleségébe szerelmes, aki gyakorta kacérkodik a különböző udvarlókkal, többször kínos helyzetbe kerül emiatt. A feleséget csak egy szabadító szerelem menthetné ki érzelmi siválságából. Az albíró a kiváló életét éli, ugyanakkor kapkodva keresi a különböző kisvárosi csoportok között a maga társaságát. Veres Laci mindvégig passzív szereplő. Ilosván minden nevelői hivatástudat, nevelési eszmény megkopott, Laci csak vergődik ebben a világban. A regény hőseinek sorsa tragikomédiába fullad, csupán Veres Laci életében mutatkozik kiemelkedési lehetőség, egyedül az ő életét nem zárja le a szerző. A történetet Magyar Bovarinénak is szokták nevezni, az irónia benne, ahogy ahhoz hasonló sorsokat mutat be Móricz, de egy kicsinyesebb, beszűkültebb világban. A prózapoétika olyan eszközöket foglal magában, amelyeket az író szövegének megírásához használ. A prózapoétika szempontú elemzés folyamatában a szereplők nézőpontjait, a párbeszéd, valamint az elbeszélő szerepét vizsgáljuk. Az elbeszélő. Az elbeszélő tekintetében két csoportot különböztethetünk meg aszerint, hogy mennyire ismeri a történet kimenetelét, mennyire lát a szereplők fejébe. A mindentudó elbeszélő tisztában van a története cselekményével, a történések okaival és következményeivel, belelát a múltba, ismeri a szereplők gondolatait, motivációit. Az ilyen típusú elbeszélő gyakran a szereplők cselekedeteivel kapcsolatban észrevételeket tesz, véleményt alkot a szövegről. A korlátozott tudású elbeszélő
az események előzményeit és a döntések következményeit nem ismeri, nem lát bele az egyes karakterek fejébe, vagy csupán egy szereplő nézőpontját ismeri, és ebből a nézőpontból szólal meg. Az eseményekkel kapcsolatban mindössze valamilyen álláspontot fejez ki. Az Isten háta mögött című mű elbeszélője, minden tudó elbeszélő, azonban ezt a képességét nem használja ki egészen. A mű prózapoétikai újítása, hogy az elbeszélő egy szemlélődő, kívülálló szerepét veszi fel, aki a történetet sokkal inkább megfigyeli, mint elmeséli. A történetet a szereplők párbeszédei határozzák meg, nem pedig az elbeszélő hosszú leírásai. A párbeszédek. Az elbeszélő a párbeszédeket követi nyomon, amelyeken keresztül kirajzolódik a cselekmény. A szöveg rövid bekezdésekre tagozódik, az egymásba fűződő jelenetek így válnak érthetővé. A szereplők különféle stílusokban és nyelveken szólalnak meg, a saját maguk stílusa és műveltsége szerint. Megszólalásaik imitálják a valóságot. A prózapoétikai újítás az, hogy a szereplők nem egyneműen beszélnek, hanem saját nyelvüket alkalmazzák, amely által megjelenik az egyéni nyelvhasználat, a mű így nyit a többnyelvűség felé. A szereplők nézőpontjai. A szereplők nézőpontjai folyamatosan változnak a párbeszédek állandó jelenléte miatt. Ez a műben a szabad függőbeszéd formájában érhető tetten, amely során az elbeszélő más mondandóját a saját beszédébe építi be, vagyis egy külső megszólalás belekerül a beszélő mondani valójába. Nem jelölt, hogy az elbeszélő vagy a szereplő a megszólaló, amely által az elbeszélő észrevétlenül átcsúszik a szereplő gondolataiba. A szövegnek így nincs főszereplője, párhuzamos nézőpontok vannak, amelyek ugyanazon dolgokat világítják meg, körbejárva a történetet. Ezen prózapoétikai újítás nagy teret enged az olvasó értelmezési lehetőségeinek. Az Isten háta mögött című mű prózapoétikai újítása, a nézőpontok változásai, a párbeszédek többnyelvűsége, a szemlélődő elbeszélő és a főszereplő hiánya. A mű modern próza megújításához járul hozzá, görbetükröt tartva a naturalista és a realista ábrázolásmódnak. Ha tetszett a videó, nyomjatok a like gombra, és kövessétek csatornánkat, hogy ne maradjatok le az érdekesebbnél érdekesebb tartalmakról. Továbbá látogassatok el az érettségi.com oldalra, ahol számos kidolgozott érettségi tétel közül választhattok a sikeres felkészülés érdekében. Sziasztok!